Hallihó, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján. Kín esik az eső, egy szombat délután van, és arra gondoltam, hogy az eső is esik, ilyen melankolikus hangulat van, pihenek, fölveszek nektek egy videót, és igencsak megtelt az elfogytak szatyor, úgyhogy ez egy elfogytak kiértékelő videó lesz, még mielőtt belefognánk a videóba, és itt van már mellettem a szatyor, és bocsánat, megint nincs beágyazva, mert az egyik cica, amit látjátok ott a sarokban, téli álmot alszik, tényleg most nagyon sokat alszanak, és nem akartam felkelteni azért, annyira jól bekockózott ide az ágyba, hogy most én rátegyem a plédet, a takarót az ágyra, úgyhogy akit ez zavar, sajnálom, én meg nem akarom a macskámat fölébreszteni, úgyhogy ennyi kis kitérő, de mondom, még mielőtt belekezdenénk a videóba, nem mehetünk el amellett, hogy a mai sminkemet, illetve körmömet szponzorálta, illetve a videó támogatója, idézőjelbe Zsuzsi, Herceg Zsuzsi, akivel tegnap találkoztam, én egy pár kis illatmintát, parfümöt adtam neki ajándékba, illetve kaptam tőle pár sminkcuccot, és én ezzel sminkeltem ma, úgyhogy meg is mutattam egészen közelről, szerintem nagyon-nagyon szép lett, ilyen rózsaszínes, őszies hangulatú, picit aranyba hajló, nem lilás, mert nem akartam direkt a lilába átmenni, viszont ilyen szép kis rózsaszínes, aranyos, árnyalatos minket készítettem, nem mással, mint az Essence Welcome to Marrakesh palettával. És igazából megmondom a frankot, hogy 2-3 nappal ezelőtt láttam a csatornáján, hogy elég sok sminket kiszelektál, illetve elajándékoz, illetve felajánl. Egyébként ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Tavaly karácsonykor én is részt vettem egy ilyen csomagküldő felajánló sminkes akcióban, amit Turbuc Timi szervezett, és ez szerintem egy nagyon-nagyon szép gesztus, és nagyon szép kezdeményezés, mert nagyon sokunknak nagyon sok felesleges sminkterméke van, palettája, rúzsa, stb. Részben azért, mert ugye szeretünk tesztelni, részben például az én esetemben elég sok mindent kapok ajándékba, tesztelésre, és aztán ezek csak így állnak a fiókban, és nem is nyúlok hozzájuk, és akkor miért ne lenne jobb helyen másnál, aki meg szeretné használni, és mondjuk esetleg nincs rá módja, hogy megvásárolja. És megláttam a videóban ezt a palettát, és ezt tudni kell, hogy én nekem ebből a sorozatból van két palettám, és hát ugye az ikonikus, már-már ilyen kicsit retrónak számító, mert hát elég régi palettáról van szó, de nagyon-nagyon ragaszkodom hozzá még mindig, azzal együtt, hogy rá van írva, hogy 12 hónap a szavatosság, hát szerintem ez legalább 4 éves paletta, semmi baja, és simán hozzányúlok, hogyha olyan hangulatom van. Ez nem más, mint az Essence Salut Paris palettája, ugye ez volt az első talán, ami kijött ebből a városos sorozatból, és én imádtam, tehát én azóta imádom ezeket az ilyen májvás színeket, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem ezt a palettát, és a mai napig nagyon szeretem, és én utána vásároltam meg a Benvenuti a Rómát. Róma amúgy is egy kedvenc városom, elég sokszor voltam, mint turista, mint énekelni többször is, ez egyik kedvenc városom, ezt tényleg mondanom se kell. Párizsban is voltam, de ahhoz nem kötődöm annyira, mint sem, hogy ide azért nagyon-nagyon sok emlék fűz, és maga a paletta is nagyon szép, ez kifejezetten ilyen tavaszias. Én ezt úgy tavaszra tudom elképzelni, ezekkel a kis élénkebb színekkel, egy nagyon-nagyon szép paletta, és én mondtam a Zsuzsinak, hogy figyelj, hogyha nem tervezel mást ezzel a palettával, hadd legyen benne ebben a kollekcióban, és odaadta nekem ajándékba, és nagyon-nagyon örülök neki, és nagyon szép paletta, és nézzétek, hogy milyen gyönyörű színei vannak. Amit én alapnak használtam, az ez a szín volt, illetve ez. Tehát ezt a kettőt használtam alapnak, és utána nyilván látjátok ezt a rózsaszínes, gyönyörű színt, az ő, és a satírozást pedig ezzel a barnával csináltam, illetve egy pici kis feketét is csempésztem bele, és a szemzugba pedig ezt az aranyárnyalatot. De be fogom linkelni azt a videót, ami a Zsuzsi videója, és teszteli ezt a palettát,
Én szerintem ez egy nagyon szép paletta, hogy ő miért nem akarta tovább használni, nem tudom, nem tudja jól kihasználni. Fogalmam sincs, egyébként hozzátenném, hogy én kaptam a Zsuzsitól egy szintén hasonló színárnyalatú palettát, látjátok, várjátok, ki is nyitom, ez a Natasha Denona-nak ez a kis mini retro palettája, talán az a neve, de nem biztos, hogy nem, mini crush paletta, és igen, mert azok a retro glam paletták, azok nagyobbak. Szóval ez egy ilyen mini sorozat, és hát ez azért eléggé hasonló színösszállítás a Marrakeshez, és én ezt is nagyon szeretem, és ezt is a Zsuzsitól kaptam, és lehet, hogy ő annyira nem szereti ezeket a színeket, vagy nem tudom, de minden esetre ebben sminkeltem, és nagyon-nagyon-nagyon örülök neki. A másik, ami rajtam van, a számon, szintén ajándékba kaptam, hát nagyon meglepődtem, mert azért mondjuk ez egy drágább dolog, de azt mondta, hogy ő nem tudja úgy kihasználni, és igazából ez nekem nagyon-nagyon színem. Tehát én ha használok színeket, akkor az ilyesmi árnyalatot szeretem, vagy a rózsaszínt, illetve hát ugye én szinte csak nude árnyalatokat használok. Nem megyek el nagyon a májvás, meg a lilásabb, meg a barnás felé, de ezt a színt nagyon szeretem, és ez nem más, mint a Milaninak. Hát figyeljetek, én ezt most annyira nem látom, hogy mi lenne ennek az árnyalatnak a neve, de megnézem pillanat. Megnéztem, 140-es száma van ennek a színnek, és ez egy gyönyörű, szép, ilyen korallos, de egy fényes, egy ilyen picit szatén, krémes állagú rúzs. És nézzétek meg, hogy egy gyönyörű szép szín, tényleg, és nagyon-nagyon hasonló az én egyik ilyen kedvenc színárnyalatú rúzsomhoz, ami egyébként nem más, mint az Yves Saint Laurent, és nagyon-nagyon hasonló árnyalat. Tehát most tényleg egymás mellé rakom ezt a két színt. Ez egy nagyon picit rózsaszínesebb, de maga a textúrája nagyon hasonlít. Nagyon-nagyon hasonlít az Yves Saint Laurent textúrájához ez a Milani. Állagra, illatra is, mert ez a rúzs, ez egy nagyon gyümölcsös, nagyon finom illatú rúzs. És ez is. És az az érdekes, hogy ugye picit tettem a számra, utána leítattam papírzsebkendővel, így egy picit olyan mattabb a finis, de még azért fényes, viszont építhető, és ezt meg is mutatom nektek, mert én ezt már kipróbáltam. Tehát még egy pici réteget ráteszel a szádra, és sokkal intenzívebb lesz ez a csillogás, ez a ragyogás. Nagyon kényelmes egyébként, nekem egy jó érzés így a számon, hidratált, olyan jó, kellemes, krémes érzés, nem olyan nyilván, mint a matraszáradó rúzsok, én azokat nagyon szeretem, ezt ti is tudjátok, elég sokféle van belőle, én nekem az a napi rutinom, tehát én azokat a rúzsokat szeretem, igazából ezeket az ilyen matraszáradó tartós rúzsokat, de szerintem alkalmakra egy ilyen csodálatosan szép rúzs, egy ilyen krémes, picit szaténes, fényesebb finis, azért azt nagyon jól tud mutatni. És hát ne menjünk el a körmeim mellett, ugye Zsuzsika nagyon beszponzorált engem imára, tehát az egész sminkem, ugye tőle van a szem és a száj, hát és ne menjünk el a csodálatos körmeim mellett, mert azt is tőle kaptam ajándékban, méghozzá a Pink Pandától egy ilyen halloween-es, egy ilyen őszies körömlakot. Hát én meg nem mondom nektek, hogy ennek van-e valami száma, mert ezt viszont nem látom rajta nagyon. De minden esetre egy ilyen narancssárga, igazi, tökös, halloween-es körömlak, ezt én ma kifestettem, egy picit túl vagyunk már nyilván a halloween-en, én nekem semmi időm, sem energiám, se érkezésem nem volt semmiféle halloween-es sminkre, vagy videóra, vagy körömfestésre, nekem az egész halloween, az őszi szünet és minden a bohém életről szólt, úgyhogy oda meg ráadásul nagyon visszafogott körmökkel kellett megjelenni, tehát ott nem volt megengedett egyáltalán valami halsány szín. Na de most, úgyhogy nézzétek meg így egész közelről, és én kis pöttyöket is raktam egy ilyen lilás, sötét lilás körömlakból,
csináltam egy ilyen kis kreatívkodást, úgyhogy én szerintem ez most nagyon-nagyon poénos, minden mindenhez passzol, úgyhogy ennyit így a bevezetéskép, szerintem ez így elég bevezető volt, sőt, még akár meg is állna a helyét egy különálló videóként, de ez így nem fog nyilván kimenni, benne marad ebben a kiértékelő videóban, és most rá is kezdek, kipakoljuk a szatyrot, és nézzük meg, hogy mi használódott el, mit dobok ki, mivel voltam megelégedve, és mivel nem. Nos, hát kezdjük az ilyen nagyobb cuccokkal, először is elfogyott, és szerintem lehet, hogy ebből kettő is van, mert mintha úgy emlékeznék, igen. Tehát kettő is elfogyott habfürdő fronton. Az utóbbi időben egyébként azt kell mondjam, hogy nem ültem bele annyiszor a kádba, mert valahogy ez a gyorsan lezuhanyozom és megyek az ágyba, vagy reggel megyek tovább, tehát ez sokkal nagyobb preferencia volt, mint sem, hogy most én órákig lebegjek, mint egy ebihal, és egyébként most el is fogytak ezek a habfürdők, viszont szerintem én most fogok venni, mert most egyáltalán nincs már itthon, ez az Izana Duo, ami most elfogyott, egy ilyen milk and honey, illetve egy ilyen levendulás, Good Dreams. Igazából egyiktől sem vagyok elájulva, szóval én azt hiszem, hogy én ezeket az Izana habfürdőknek a vásárlását, én ezt be fogom fejezni, mert egyáltalán nem vagyok tőle oda. És ha már a fürdésről van szó, akkor én vettem a Yamunától egy ilyen levendulás fürdősót, még mindig isteni illata van, egyébként tele van, mert most ebbe gyűjtöttem a fátyolmaszkokat. Ez viszont nagyon jó volt. Ez kiadós, sok, megéri az árát, nagyon sokáig elég volt, nem kell sok a fürdőkádba, viszont kellemes érzés, nagyon finom illata van, úgyhogy egy kicsit ilyen lazulós fél vagy egy órát szeretnétek így a fürdőkádban eltölteni. Én azt mondom, hogy nem is olyan fontos a habfürdő, egy jó kis fürdősó, aminek jó illata van, és ez a Yamuna, ez szerintem nagyon jó. Később visszatérünk a tartalmára a doboznak. Na, akkor van itt egy ilyen Dank Meat, mi ez? Mi akar ez lenni? Szerintem ez egy öblítő volt. Igen, tavaszi illat, és nem. Ez egy általános tisztítószer. Látjátok, ennyire nem vagyok képben már, komolyan mondom, mert ez viszont tényleg már elég régóta itt van a szatyorba, és szerintem igazából nem tudok róla semmit mondani. Egy sima tisztítószer. Figyeljetek arra, hogy felmossátok a követ, szerintem nem muszáj a legdrágább Domestos, vagy ilyen hasonló drágább tisztítószereket vásárolni, sőt, akár még ecet is teljesen megfelel. Én egyszer bedobtam ezt a Dank Meat-et ugye a DM-ben, és szerintem nem fogok ilyet többet venni, mert én annyira azért nem vagyok ettől oda. Viszont, amitől meg igenis oda vagyok, és talán azt kell mondjam, hogy jobban, mint a Domestostól, és egy picit olcsóbb árban van, és szeretem, hogy ilyen kacsacsőre van, jobban be tudom úgy a WC-be fröcskölni ezt a gélt, ez a Bref. Úgyhogy én most majd megyek a DM-be holnap, ha minden igaz, és akkor biztos, hogy fogok venni ilyet, mert ez nekem nagyon megfelelő, és teljesen rendben van így a tisztítás. A novemberi haul videóban elég részletesen beszéltem erről a termékről, amit én újra vásároltam egy kétszeres kiszerelésbe, és tényleg azt mondom, hogy a hajam, amióta ezt használom, gyönyörű, sejmes, dús, tartása van, nem kell használnom száraz sampont, mert nem zsírosodik a hajam, szinte minden nap belemasszírozom a hajtövekhez is, a hajhoz is, végig, tényleg gyönyörű tőle a hajam, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom a Tigi-nek ezt a Bad Head Small Talk hajkrémét, mert ez valami csodaszer, tényleg. Szintén nagyon tudom ajánlani, és most is ezt használom, tehát már én azóta, hogy elfogyott, újra vettem a Xiaomi-nak a Q10-es hajsamponját. Én nem tudom, szerintem azért látjátok, hogy milyen állapotban van a hajam, gyönyörű, vastag, dús,
hosszú, fényes, nincs befújva, semmiféle hajfénnyel. Régen emlékszem, hogy használtam, talán a Schwarzkopfnak volt, vagy hát biztos, hogy még van, és a Pantemprovinak is volt egy ilyen hajspréje, ami hajfény, és én azt használtam, hogy ilyen fényes legyen a hajam, hát látjátok, hogy erre egyáltalán nincs szükségem, ez viszont egy nagyon-nagyon jó hajsampon, úgyhogy nagyon jó szívet tudom nektek ajánlani. Én még mindig esküszöm erre a Taft hajlakra, most is ezt használom, azt hiszem, hogy most pont ide hoztam, mielőtt videóztam, ebben fújtam be kicsit a hajamat, úgyhogy most éppen ezt a pirosat használom, 5-ös erősségű, ez nem tudom, hogy mi a különbség, hogy sárga, de ez is 5-ös erősségű volt. Ugye ez elfogyott, nagyon-nagyon jó volt. Elfogyott egy dezodor, ezt nagyon szerettem a C-True-tól, ezt az ilyen kicsit citrusos illatú dezodort, és nagyon jó volt. Én tényleg szeretem a dezodorokat, és nem csak azért, hogy izzadásgátlás céljából befújja magamat, mint például ugye itt van a Dove dezodor. Én semmi más nem használok izzadásgátlásra, csak ezt, és ez az egy olyan izzadásgátló, ami tényleg nálam hatásos, és nagyon jó, úgyhogy én ezt használom. Szerintem már évek óta, de semmi mást. Elfogyott egy pár tusfürdős, hogy ezeket meg is fogom mutatni. Először is ez a Ferinek a kedvence. Ugye egyébként kiderült, hogy ez egy férfi tusfürdő, és én első körben egyébként én magamnak vásároltam, de teljesen rákapott, és azt hiszem, hogy most is van egy a fürdőszobában, de ezt újra is fogom venni, mert ez a kedvence. Ez az Adidas Energy Kick narancsos tusfürdője, narancs olajat, essential oil, tehát ilyen igazi narancs kivonat van benne, ilyen eszenciák, és tényleg isteni, de nagyon finom illata van, és nagyon jó érzés vele a fürdés. Kaptam a Rossmann Krémánia Beauty Expo-n ezt a tusfürdőt, és képzeljétek el, hogy azóta én voltam Rossmannban, és nem láttam, pedig ez valami elképesztő finom illat, és nagyon-nagyon klassz tusfürdő. Azzal együtt, hogy én valamikor mondtam, hogy én már nem nagyon veszek ilyen olcsó tusfürdőket, mert azt vettem észre, hogy így szárítja a bőrömet, és annyira nem jó érzés, de ez viszont jó volt, és isteni finom illata van, ez egy ilyen orhideás és vaníliás tusfürdő, és szerintem az Izanának, tehát aki szereti ezeket az édeskésebb illatokat, azoknak mondom, hogy az Izanából, tehát most így végigpörgetem így a polcot, tehát szerintem ez a legjobb tusfürdője, és persze, hogy nem volt. Úgyhogy most nem megyek Rossmannba, DM-be megyek, de nézzétek meg, mert ez egy nagyon-nagyon jó tusfürdő, nagyon finom illata van. Elfogyott egy borotvahab, egyébként mindig ezt a szenzitívet veszem az Izanától, ez ennyi, nem kell róla különösebben beszélni. És akkor van itt egy-két arcápolási termék, újra is vettem már azóta, elfogyott a Mixa arclemosóm, ami, tehát nekem ez a sminklemosóm, tehát semmi más nem használok a smink eltávolítására, csak ezt. Az Estée Lauder nappali krémem, ami ez a Day You Wear krém, hidratáló krém, ezt is azóta újra vettem, ugye ez is a novemberi haul videóban benne volt. Nagyon-nagyon szeretem, egy nagyon szuper krém. Akkor elfogyott a Puff Serum a Medinaturáltól, ugye ez egy ilyen hialuron és E-vitamin tartalmú, illetve peptideket, ha jól látom, de várjatok, ezt most megnézem a kis szemüvegemben, mert már nem látom ezeket a pici betűket. Propemediol. Igen, és E-vitamin tartalmú, ugye ez egy ilyen bőrkiegyenlítő, bőrtökéletesítő, hidratáltságot biztosít, és egységesíti a bőrt. Ezek a pad szérumok egyébként nagyon jók, a Geek & Gorgeous-nak is nagyon jó, azt úgy hívják, hogy a pad. Én nagyon szeretem a Medinaturált, úgyhogy én szeretem a szérumokat tőlük is megvásárolni. Kicsit drágább, de nagyon-nagyon jó. Akkor látom, hogy itt még van egy szérum,
ami nem más, mint a Róza Gráfnak a Four Seasons sorozatból a Summer. Ugye ezt használtam nyáron, nagyon-nagyon jó ez a sorozat, a Róza Gráfnak nagyon-nagyon, ez egy nagyon jó kozmetikai márka, és nagyon jók a szérumai, és ez a Four Seasons sorozat, ez nagyon jó, mert egy kicsit specifikusan véd, tehát ezt úgy fejlesztik, hogy minden évszakra, bár most már nem tudom, hogy vannak egyetlen évszakok, de minden esetre a nyári hónapra ez nagyon jó, mert van benne pantenol, ilyen olajok, ugye a nap pici károsodást, amit csinál az arcodon, hogy kiszállítja, stb. Nagyon jól bevédi és ápolja, úgyhogy ez isteni volt. Ez egy picit ilyen olajos szérum, de én ezt nagyon szerettem. És azt mondja, természetesen a szem alatti tapaszok is elfogytak az Izanától, amiket ugye nagyon-nagyon szeretek. Elfogyott egy Sensodyne fogkrém, azok is nagyon-nagyon jók. És hát akkor rátérhetünk, mert miután itt már nincsen semmi ebbe a dobozba, kivéve még egy alapozót, amit szintén újra vettem, és szintén a novemberi haul videóban láthatjátok, az Estée Lauder-nek ezt a mini alapozóját, ez egy másik árnyalat, ami volt nekem, ez az 1V2 szand árnyalat, és a bézs árnyalatba vettem meg a 2N1-et, úgyhogy ez egy ilyen sötétebb árnyalat volt, és most meg megvásároltam egy kicsit világosabb árnyalatot. Úgyhogy erről ennyit, nagyon-nagyon jó ez az alapozó, és nagyon megszerettem. És akkor amiket elhasználtam, fátyolmaszkokat, ezeket itt ebbe gyűjtöttem, ebbe a dobozba, és akkor van itt egy kollagénes maszk az Izanától, illetve kettő is. Nagyon-nagyon jó volt, és ezt újra fogom venni a Garniernek, ezt a C-vitaminos maszkját. Ez egy nagyon gazdag maszk, sokkal több cucc van benne, mint bármi más olcsóbb fátyolmaszk csomagban, úgyhogy ezzel nagyon-nagyon meg voltam elégedve. Ebből kettőt is elhasználtam, és újra fogom venni. És mi van még érdekesség? Igen, ez egy fura dolog volt. Ugyanis ez az Izana Hydromask, ha jól emlékszem, igen, ez valahogy így szét volt vágva, tehát hogy így két részben van, nem egybe van a maszk, hanem ilyen két részletben, és ez nekem nagyon, nagyon nem. Tehát ilyen dupla adag van benne, mert minden, tehát a felső, arcod felső részéhez tartozó maszk is kettő, meg az alsó is, de nem egybe van, hanem szét van választva, úgyhogy soha többet ezt nem veszem, mert egy akkora macera volt, hogy az valami borzasztó. Úgyhogy ennyi, mert ez is egy ilyen kollagénes maszk. Ezt a kollagénes maszkot egyébként nagyon szeretem, meg kell mondjam az Izanától, mert nagyon kellemes érzés, egy kicsit olyan teljes állaga van, nem annyira olyan vizes hatása van az arcodon, de nagyon kellemes érzés, úgyhogy ezt tényleg nagyon ajánlom. Úgyhogy figyeljetek, ennyi volt ez a videó, megmutattam mindent, amik elfogytak, kisértékeltük, sminket is mutattam, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, találkozunk hamarosan, mindenféleképpen lájkoljátok a videót, ha tetszett, iratkozzatok be a csatornája, kommenteljetek, és vigyázzatok magatokra, jövök hamarosan egy következő videóval, szerintem az már egy DM haul lesz. Sziasztok! Porto al guido le bocchi da cinque.